Egyrészt tényleg köszönöm Miskolc városának, a miskolciaknak, hogy befogadtak, és annyira befogadtak, hogy már ebben az évben én kaphatom meg a Miskolc városnak a tudományos díját, a Hermann Ottó díjat. Hermann Ottóról ugye mindannyian tudjuk, hogy 1835-ben Miskolcon született, és a 19. század egyik legjelentősebb természettudósa volt. Itt persze hozzáteszem, hogy Hermann Ottó még valóban természettudós volt, mert főleg madarakkal foglalkozott. Én már nem madárkutató természettudományos vagyok, hanem nanotudós természettudós vagyok, ami hát néhány léptékkel arrébb van, de még mindig a természettel foglalkozom. Huszonhét évesen landoltam Miskolcon. Ez 35 éve volt. Ez teljesen elképesztő, ez a 35 évig kimondani. Úgyhogy most már itt vagyok. Örülök, hogy örülnek neki, és örülök, hogy még el is ismerik, hogy itt vagyok és dolgozom. Itt élek, más nem tehetek, innen én már valószínűleg el nem megyek.